A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Kezdőkör nézőit és hallgatóit. Témáink ismét a fehérvári sport, a magyar sport fontos történései az elmúlt hétről. Ugye egy héttel ezelőtt a magyar válogatottról sokat beszéltünk, hiszen éppen a két felkészülési mérkőzés között voltunk, egy Törökország elleni győzelem után és akkor még a Koszovó elleni győzelem előtt, de hát azóta tudjuk azt is, hogy folytatódott ez a parádés veretlenségi sorozat. Ezzel együtt ma azért nem fogjuk túragozni a válogatottat, hiszen azóta már bajnoki forduló is lement, de nyilván mindenki jó leső érzéssel mehetett haza, hogy aztán vagy sérülés szenvedjen el, vagy elkezdjen újra játszani, ugye attól függően, hogy éppen mi történik az egyes játékosokkal. Ezzel együtt természetesen foci ma is lesz az adásunkban, már csak azért is, mert itt van velünk Juhász László, önkormányzati képviselő, a Videóton baráti kör sportklub elnöke. Szia Laci, köszönöm, hogy jöttél. Nem biciklivel, bár én már bíztam benne, hogy így a tavasz azért meghozta neked is a mozgáshoz a kedvedet. Futva, labdát terelgetve. Télen biciklizek, télen is. Jó, hát minden esetre remélhetőleg tényleg nem csak beszélünk a sportról. Itt van velünk Farkas Szilárd kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, és Horog László állandó szakértőnk, aki megint megmondja a tutit. Nem emlékszem, hogy mit tippeltél a Koszovó meccsre, de nyilván azt, hogy egy 2-0-át. Hogy nyerünk. Pedig ugye Vojvoda a koszovói csapatot erősítette, és hát mi tudjuk, hogy ez a név azért reményeink szerint a siker záloga, de ez egy másik Vojvoda volt. Viszont akkor, ha már Vojvodára tereltem rendkívül szellemesen a szót, akkor kezdjük is kosárlabdával a mai adást, azért, mert véget ért az alapszakasz a kosárlabda bajnokságban. Ott nem volt kérdés, hogy hányadik helyen végez a fehérvári csapat, hiszen az Arkonik Alba Fehérvár már jó hetekkel ezelőtt bebiztosította a második helyét, akkor még akár matematikailag az is előfordulhatott volna, hogy első helyen végeznek a fiúk az alapszakaszban. Végül aztán ebből második lett, mert a Falkót már nem lehetett megelőzni. Viszont ami nagyon fontos, hogy az utolsó fordulóban azért a most már 4 éve bajnok Szombathelyt itthon sikerült magabiztosan legyőzni, ami talán egyfajta üzenetnek jó a rájátszás előtt. Most azt gondolom, hogy a kosárlabda szurkolók nagy része ugyanúgy Falkó Alba döntőt jósolna, mint 1 évvel ezelőtt, hiszen ez a két csapat tényleg kiemelkedett az alapszakaszból. Ráadásul így, ha azt nézzük, a két egymás ellenű bajnokin is egy győzelem itt, egy győzelem ott. Nem tudom, hogy nektek mit üzent ez a mérkőzés. Lehet mondani, hogy nem volt tétje, és nyilván Szombathelyi részről interpretálják is úgy, hogy talán nem volt 100%-osan felkészült, vagy fejben ott a Falkó, de azt gondolom, hogy ez minden fehérvári számára fontos volt, hogy bebizonyítsuk, hogy hát ha nem is azt mondom, hogy nem jobb a Falkó, de hogy 30 ponttal mondjuk nem jobb, mivel ugye sikerült megverni az Albát Szombathelyen, ez azért elég lényeges volt. A Falkó számára annyiban nem volt különösebb tétje a meccsnek, hogy ők kommunikálták is, hogy megkezdték a felkészülést a Magyar Kupára, a elődöntőre. Tehát önképpen ők nyilván címvédőként ismét nyerni szeretnének, nekünk pedig a lelkünk miatt volt igazából fontos ez a mérkőzés. És érdekes, hogy egy héttel korábban elmentem Zalaegerszegre az ottani meccset megnézni, és akkor Zoller felkészítette őket, nyilván jól ismeri az Albát, és ők akkor úgy kalkuláltak, hogy bejönnek a harmadik helyre, megelőzik az Olajat, és a második, harmadik helyért pedig úgy gondolták, hogy lehet esélyük az Albával szembe. Ez a koreográfia annyiban nem él, hogy gyakorlatilag 1-4-2-3, tehát tulajdonképpen mi úgy gondolom, hogy az Olajjal fogunk találkozni az elődöntőben, mint egy előrevetítettem, hogy az Alba különösebb gond nélkül veszi a következő akadályt. Érdekes valóban, hiszen Matthias Zollner személyében ugye az Zalaegerszegnek egy olyan edzője van, aki nyilván személyesen is fontosnak tartja épp az Alba elleni győzelmet, de hát odáig el kell jutni velük legkorábban majd ugye vagy a döntőben, vagy egy bronzmeccsen, hogyha a két csapat odáig jut, találkozhatunk, mert másik ágon van a két csapat, de maradjunk még egyelőre az Albánál. Ezt a Falkó elleni mérkőzést azért figyelembe véve, hogy végigvezetett, magabiztosan volt, hogy 20 ponttal is az Alba, és azért ez a Szombathely
mindegy, hogy mit mondanak, mire készülnek, ez azért Bajnokok Ligájában edződött az utóbbi évek legjobb magyar csapata tele válogatott játékosokkal. Szóval egy kicsit talán úgy is nézhetjük, hogy akkor akár kezdjünk reménykedni, hogy ha összeakad ez a két csapat, erre azért esély gyakorlatilag a döntőben van, nem hiszem, hogy mind a kettő elvérezne mondjuk egy elődöntőben, szóval, hogy fogható-e ez a Falkó, az a kérdés. Hát ha már Vojvodáztunk, akkor ugye Vojvoda Dávid is kiemelte, amit, bocsánat, amit mondtál, hogy azért nincs, tehát az a 30 pontos vereség az nem volt reális, úgyhogy most itt volt a lehetőség, hogy visszavágjanak, és ez volt a úgymond a legszebb lezárása talán az alapszakasznak, ha így fogalmazott ő is. Ugyanakkor Zubiaga meg pedig hozzátette, hogy azért nem kell annyira elszállnunk magunktól, hiszen hogyha megnézzük, ugye azt a 3 pontos statisztikát emeltek, csak 19%-ba jöttek össze az Alba próbálkozásai. Tehát ez az Alba azért nyilvánvalóan nem az az Alba volt, aki 30-al vert minket. Mert ez a Falkó. Bocsánat, a Falkó, aki ugye 30-al vert minket az Albát, és ebből nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Nem szabad, hogy ez a meccs elaltasson minket majd a továbbiakra nézve, hiszen az, hogy mondjuk lehet győzzük, kimondva, kimondatlanul a bajnokság legkiemelkedőbb csapatát, az mindenképpen ad egy kis pozitívumot, de az, hogy most akkor mi lettünk a jobb csapat, ezt nem szabad kijelenteni szerintem. Ha már a spanyol mestert említette, minden mérkőzés utáni nyilatkozatában kiemeli a szurkolók támogatását, és hogy milyen fontos. Nyilván ez abszolút egy kiemelt meccs volt, a szurkolók számára is jó hangulat volt. Én úgy látom, hogy érkeztek egyébként olyan plusz elég hangosan szurkoló, úgy mondjam, B középben aktív szurkolók, akik nem tudom, hogy nem a foci B középből jöttek-e, többen is kifejezték a hálájukat, hogy azért erősebb volt ezúttal egy kicsit a hazai pálya a hangulat szempontjából. Azért nézek Lacira, meg gondolom, hogy így tisztában vagy vele, hogy kik járnak át esetleg a vehemensebb foci szurkolók közül. És hát a jövőre nézve még az is lehet, hogy egy rájátszásbeli párharcban is lesz jelentősége, hogy mondjuk adnak egy kis nyomást az ellenfélnek, vagy a játékvezetőknek. Most nem tudom, meg fiatalok voltak. Fiatalabbak szoktak lenni, igen, jobban inkább, meg ugye a kézi meccsekre is kijártak. Régebben az nagyobb volt az átjárás, amikor nem volt ilyen sűrű a versenynaptár minden csapatnál, meg ennyi meccs, stb. Az biztos, hogy arra mindig emlékszem, hogy voltak ilyen hullámok, akár a jégkorongnál, akár a kosárlabdánál előfordult, amikor előkerültek egy kicsit vehemesebb, ultraszemléletűbb szurkolók, és azért adtak varást, adtak hangulatot, akkor azért volt, amikor ebből volt feszültség, hogy hát ott a megszokottabb, a csöndesebb, a tapsikálósabb, a nyugodtabb légkört szerették meg az emberek. Tehát nem feltétlen mindig jött be, amikor egy kicsit más stílus költözött, úgymond a csarnokba, amit inkább a stadionokba szokhattunk meg itt Fehérváron, vagy Magyarországon, vagy Fehérváron, mert azért kosárlabdáról beszélünk, pont hát ugye a Szombathely ellen azért én a régi időkben, amikor még nem volt ilyen erős a Szombathely, azért párszor voltam, de ott azért az akkor is mindig egy ilyen kis kosaras fellegvár volt, ott az a Alegerszeg körment, az a kis arany háromszög, ott azért voltak kemény hangulatok, tehát itt akkoriban tudom összehasonlítani mostrában, ugye nem járok főleg nem körmenden meg ezek a helyeken, de akkoriban egyértelműen azok keményebben izzott a csarnokot, a hazai pálya ez ilyen lájtosabb volt, itt fehérvári közönség csendesebb volt, úgyhogy hát nem lenne baj né, hogyha felpesdülne a csarnok szerintem. Igen, ez egy ilyen toposz tulajdonképpen a kosárlabda társadalom, hogy a fehérvári az ilyen színházi közönség, nincs akkora hangulat, nincs olyan buzdítás. Hát az Old Traffordhoz lehetne, bocsánat, hasonlítani. Az Old Trafford, kicsit behozzuk ezt a... Bár lehet, talán kicsit kevesebb a bevándorló a csarnokban, mint az Old Traffordon, mert szinte csak azok vannak, ugye. Viszont az is tény, hogy azért én emlékszem olyan, főleg bajnoki döntők, tehát amikor nagy tétre megy, akkor azért a fehérvári csarnok is tud robbanni. Tényleg, hogyha esetleg jönnek még olyanok. Most az, hogy nincs a vendégszektor és a fehérvári B-középszektor a közvetlen szomszédságban, régen abból is volt feszültség, hogy azért, ha jöttek vehemesebb vendégszurkolók, azokkal össze lehetett akaszkodni. Lesz majd ilyen. Nagyon érdekes, hogy a Körmend nem jutott be a rájátszásba, ami azért egy kosárlabda történeti kuriózum. Ritkán fordul elő ilyesmi, tavaly még bronzérmesek voltak, és szerintem az ő csarnokuknak a hangulata, akár csak mondjuk az oroszlányi, amely meg hát csak néhány éve van átcsoportban, de tényleg fergeteges a szurkolás, ez mondjuk egy rájátszásból szerintem hiányozni fog, de hát vannak azért Zalaegerszegben, vagy éppen Sopronban, amiről beszélnünk el, hiszen az Alba első ellenfele lesz ilyen szurkolók, de még egy mondatta visszatérve a Falkóra, nem tudom, Laci, te, hogy láttad, szerintem a legtöbb meccset rajtam kívül, hogy
Nekem azért az az érzésem, hogy ez a Falkó kétségkívül nagyon erős, hazai pályán különösen az, de hogyha csak a kezdő ötösét a két csapatnak, vagy az alapcsapatát egymás mellé tesszük, meg mondjuk még egy cserét vegyünk, az Albának van 6 alapembere, az nem feltétlenül jobb a Fehérvárnál. Itt a légiósokat tekintve meg különösen nem vagyok benne biztos, hogy a Falkó jobb. Szerintem az Albának egyébként jó légiósai vannak. Itt a nagy kérdés nyilván akkor van, amikor főleg egy több meccses sorozatban, 3 naponta játszva, ott a 7.-8. ember is egy magyar válogatott mondjuk. Én úgy gondolom, hogy ezt a Falkót otthon senki nem fogja megverni a play-offba is. Nem gondolom, hogy mi megvernénk. De hogy eljussultunk odáig, mint hogy tavaly végig szoros meccseket játszottunk, ott nagyon simán kikaptunk, itthon nagyon nehezen nyertünk, de eljutottunk a mindent eldöntő mérkőzésig, ahol kikaptunk 30 ponttal, mert negyed óra után az a mérkőzés eldőlt. Tehát ők tudnak valamit, amire a BL felkészíti őket, azért csak nyertek Le Mans-ba tavaly előtt, tovább is mentek a csoportból. Nem titkolt céljuk volt, idén nem sikerült, de az biztos, hogy annyival járnak előttünk feltétlenül, és tényleg az a katlan hangulat ott azért az megijeszti az ellenfelet. És én úgy gondolom, hogy a döntő benne van, sőt, nagyon meglepődnék, ha nem lenne döntős az Alba, de én nem gondolom, hogy ez a Falkó verhető. Mint hogy 4-szer lettek bajnokok, de az én értékrendem szerint 5-ször, mert a Covid által megállított szezonban is 2 vereséggel álltak, és nagyon könnyedén vertek mindenkit, akkor is jól mentek a BL-ben, és az a csapat az elmúlt fél év, vagy egy fél évtized torony magas legjobb együttese, és itt gondolkodom, hogy Fehérváron micsoda túlkínálat van sportban, és ez a szerencsénk, mert az a fehérvári ember, akinek megvan az anyagi biztonsága, hogy állandó meccsekre járhat, ő elképesztő keresztmetszettel rendelkezik a kézilabda, röplabda, kosárlabda, foci, jégkorong, Szombathelyen pedig van a Falkó, gyakorlatilag elvisz mindent, a futszál csapat nem különösebben érdekes most már annyira, és a haladás pedig létezik, de tulajdonképpen egy NB2-es középcsapat azokról az álmokról letettek, hogy ott újra nagy csapat épül az NB1-ben, és így a Falkóhoz összefontosul minden anyagi javadalom, ami ott megtermelődik Vasban, és ezért ők kiemelkednek a mezőnyből. Én úgy gondolom, hogy ők a bajnokok ezúttal is, és ezüstérmes az Arponik Albafehérvár. Jó, hogy le kell játszani a meccseket, mert most fölvehetnénk előre 3 adást is. Megbeszélhetnék, hogy mint történik. Itt, ahogy a Magyar Kupában is elképesztő pek, és alig hihető, hogy ilyen előfordul, hogy 2-szer játszunk velük, mind a 2-szer a szabályok változásának okán idegenbe, és egy nagyon szoros meccsünk volt ott, a Zubia maga, amikor átvette Szolnától a csapatot, kikaptunk 89-85-re a klub elődöntőjében. Az volt a legszorosabb meccsünk tavaly februárban, és utána, mondom, kiestünk a kupából, megint nem jutottunk a 4 közé. Én nagyon vizionáltam egy olyan Magyar Kupát, hogy nem lehet akkora bal szerencsénk, hogy megint az egy meccses. Ott fog eldőlni, megint bejött, nem tudtunk érdemben hozzászólni ahhoz a találkozóhoz. Jövőre úgy gondolom, hogy nem találkozunk velük, és megnyerjük a Magyar Kupát is. Is, most mondtad. Jó, hát nyilván ez egy nagyon jó kérdés, hogy jövőben hogy lesz majd. Pedzegetik itt többen, hogy esetleg a kosár mezőnyt is bővíteni kellene. Őszintén szóval elnézve, hogy hány magyar játékos van, aki tényleg érdemben hozzá tud tenni, ez nekem erős túlzásnak tűnik, de akár még az is előfordulhat a következő szezonban, hogy például Pécsnek 2 élvonalbeli csapata lesz, ami minden sportágban egy kuriózum, nem nagyon szokott ez előfordulni, hiszen ott ugye a tradicionálisan nagyobb csapat a PVSK most B csoportos, de feljutásra áll, a legifjabb pedig ugye az akadémiai csapat bejutott a rájátszásba, és még azt gondolom egyébként, hogy ők még okozhatnak a Szolnoknak kellemetlen perceket vagy meglepetést. De akkor egy kicsit arra reflektálva, amit Laci itt már említett, hogy ez a bizonyos egyidejűség vagy együttállás a fehérvári sportban, nagyon sokszor beszélünk erről, amikor esetleg választani kell, itt adás előtt kicsit poénkodtunk Juhász Lacival, hogy tényleg a VBK öreg fiúk meccstől kezdve a Vidinát, a kosárlabdáig mi minden lesz mondjuk jövő szombaton egy időben. Hogy lehet ebben dönteni, és jó-e ez egy városnak valójában? Ez egy nagyon elvi, nagyon filozófiai kérdés, mert amikor Veszprémről, vagy Szegedről, vagy akár Szombathelyről beszélünk, akkor mindenki tudja, hogy európai szintű csapat van egy bizonyos sportágban, nyilván nem függetlenül attól, hogy az anyagi erőforrásokat akkor arra koncentrálják. Mi pedig hát arra vagyunk büszkék, hogy a röplabdások mindjárt bajnoki döntőben vannak, az Alba döntő esélyes, a hokisok alapszakasz másodikok lettek, hát a kézilabdát most éppen hagyjuk, de ott mások is a célok. Ez a jó-e, vagy jobb lenne azt mondani, hogy minden évben, nem tudom én, osztrák liga döntőre esélyes a Volán, viszont nincsen kosárcsapat?
Jó kérdés, mert ez biztos, hogy a fehérvári, meg a környéki, mert ez ne felejtsük el, hogy azért a meccseknek a jó részén azért nem csak fehérvári emberek vannak, hanem fehér megyeiek érkeznek. Én azt gondolom, jó, hogy van egy ilyen alternatíva, de ez egy örök dilemma lehet, egy örök talány, hogy tényleg ezeket hoztál te is példákat, hogy bizonyos városokban egy darab adott sportág van, és az mindent visz igazából. Én azt gondolom, hogy Fehérváron nem baj, hogy van ekkora perspektíva, és mindenki megtalálja a kedvének valót. Azt egy picit talán sajnálom, hogy tényleg az a kiemelkedő, amit akartak ugye a videótonnal is, amikor annak idején érkezett a MOL, ugye a szintet lépés történetében, hogy na majd akkor a zöldekkel együtt fölmegyünk. Az pont arra volt példa egyébként, hogy függetlenül attól, hogy van 5-6 másik csapat egy városban, ha egy megkap kiemelkedő lehetőségeket, és ehhez azért lássuk be, nem a város erőforrásainak nem volt közel, hanem egészen máshonnan érkezett ugye a pénz, akkor akár el lehet érni, hogy a Vidi ott legyen, ahol mondjuk nem tudom, kézilabdában, ha nem is a Veszprém, meg a Szeged, de mondjuk a Debrecen női csapata, hogy európai kupákban, meg rangos. De ez nem a város erőforrásaival függ össze. Nem, de mindenképp fontos. Szerintem itt azért nagy a gazdasági erőtér. Azt látjuk, hogy a multicégek kevésbé tesznek bele azért ezekbe a sportágba itt Magyarországon, vagy Fehérváron is, de például a jégkorongra is én emlékszem arra, és ha nem csalnak az információm, nem történt meg az se, hogy ugye volt egy ilyen elképzelés odaföntről valahol Budapestről, hogy minden sportágban legyen egy-két olyan csapat oda, aki a nemzetközi porondon erős lesz, nem csak a kézibe és az egyéb sportágokba, vagy a fociba akár, hanem a jégkorongot is, hogy valami erős tőkerős szponzor érkezzen mögé. Én ezt nem látom megérkezni, hogy megérkezett volna, ami túlhaladja a fehérvári képességet, mert 5-6 évvel ezelőtt volt erről is szó, hogy ott is legyen olyan pénzpumpálás, hogy tényleg aztán folyamatosan ott legyünk. Ennek ellenére jó lett a fehérvári jégkorong csapat, bár ugye idén egy kicsit azt is mondhatnánk, hogy meglepetés lett az, hogy nem mentünk tovább, az utolsó meccsel elcsúsztunk, de a Fehérvárt nézve, a gazdasági erőteret nézve az egészet, én szerintem örülök neki, hogy ilyen széles a Fehérvár sportpalatta, mindenképp azt mondhatom. És szurkolói szempontból is igen, mindenki megtalálhatja a magának megfelelőt, sőt, hogyha egy fokkal megint tovább megyünk, akkor, hogyha példaképeket nézünk a gyerekektől, meg ki mit szeret, akkor sokkal nagyobb itt is a választási lehetőség, hogy kipróbálhatja, nézheti, apuka erre a meccsre viszik egy gyereket, arra a meccsre viszik ki, az a gyerek beleszeret valami, és lehet, hogy azt a sportágat fogja elkezdeni. Tehát könnyebb így, hogy ekkora a repertoár, mert adott esetben, ez is egy érdekes, hogy egy más városban, ahol adott esetben tényleg egy sportágra összpontosulás van, ott azért a gyerekeknek a választási lehetőség az jóba beszűkül, és ők abba a sportágba indulnak el. Hát ha legalábbis komoly élvonalbeli karriert akarnak, nyilván Veszprémben is lehet focizni, vagy röplabdázni, vagy úszni, vagy nem tudom, gyeplabdázni, de csak nem lesz európai szintű sportoló valakiből. Szurkolói szinten szerintem tényleg ez ott merül fel, hogyha valaki nagyon szereti a sportot, akkor adott esetben lehet, hogy egy hétvégén két meccset is megnézde, vagy hármat, de hát tudjuk, hogy ez olykor már programegyeztetési okokból is nehézséget okoz. Visszatérve még akkor, illetve lezárva a kosárlabda témát, a rájátszás következik, ugye előtte lesz egy Magyar Kupa döntő a hétvégén, amiben sajnos az Alba nem érintett a Laci által említett okokból. Utána pedig a Sopronnal kezdődik akkor meg ez a rájátszás. Hát aki hozzám hasonló a régóta néz kosármeccset, tudja, hogy volt 10 év, amikor az Alba bármilyen jó is volt egyébként, nem tudott Sopronba meccset nyerni. Az az egy csarnok volt, ahova tényleg kikapni ment, olykor még az Alba komp is, nemhogy aztán a gyengébb évjáratok. Ez azóta változott, és most is sikerült az alapszakaszban is nyerni ott, meg a Sopron is sokáig így benge élen táncolt, hogy itt sok holtversenyből hogy jön ki. És hogyha Zollnert említettem, ott pedig ugye az a Gásper Potocsnik az edző, aki szintén azért nagyon-nagyon jól ismeri a magyar mezőnyt és az Albát is, bajnoki döntőben is volt emlékeim szerint a fehérváriak ellenfele. Szóval én azért nem vagyok annyira 100%-osan maga biztos, mint Laci. Persze nyilván én is azt gondolom, hogy 5 meccsen legrosszabb esetben jobb az Alba, de el kell menni Sopronba, az azért mindig egy hosszú buszút, ott a történéseket feldolgozni, azt az egy idegenbeli meccset meg kéne nyerni, hogy a csapat tényleg nyugodt lehessen. Mit reméltek? Én nagyon magabiztos vagyok a tárkőmre, és pont ezen gondolkodtam, hogy hogyan átrendeződött a magyar kosárlabda, hogy bejött egy oroszlány, feljutott, és azóta stabilan ott van playoff közelben.
egy Paks, aki annak idején bajnoki címeket nyert, hanem is zsinórban magyar kupákat többször, és aztán most a kiesés ellen küzdenek, az a Kecskemét, ahol a mag volt mindig az erő az elmúlt 10 évben, ezek az emberek megöregedtek, és nagyon nehéz azt mondani, hogy már közel a 40-hez nem tudod azt, nem tudsz úgy dobni, nem tudsz úgy ugrani, nem tudsz úgy passzolni, és lassan elkezdték a cserét, de láthatóan bajban vannak. Körmenden anyagi problémákról beszélnek már jó ideje, tehát tulajdonképpen azok a csapatok, akik stabil élcsapatnak számítottak, most harcolnak a bennmaradásért, és ilyen tekintetben nagyon jó ránézni a tabellára itt Székesfehérváron. Viszont visszajött egy Honvéd, amely pedig történelmileg ugye a legtöbbszörös bajnok, legnagyobb múltú magyar csapat. Nyilván óriási meglepetés lenne, hogyha a Falkó ellen mondjuk egy pár harcot tudna nyerni, vagy akár meccset ebben a negyeddöntőben. De valahogy mégiscsak jó érzés, hogy ilyenfajta tradíciók folytatódnak, miközben egyébként nekem is vérzik a szívem a Körmendért, vagy a Paksért, akiket ő úgy egy jó pár harcon belül még utálni is jó volt, mert annyira erősek voltak, és annyira lehetett izgulni, hogy meg tudja verni őket az Alba. Az volt a meglepő, hogy két héttel ezelőtt visszavonultatták Mészáros Zalának a mezét, és nagyon nagy csinadratta volt. Nem voltam az átépítés ott a Pakson, akkor elmentem Szombaton, mi nem játszottunk. Akartam kérdezni, melyik csapatnál, mert ő a Honvédban meg a Paksban is. Így van, Pakson vonultatták vissza a mezét, és egy nagyon szép ünnepség volt, mindenki örült mindenkinek. A vége halálhangulat lett, hiszen nyert a Honvéd nagyon jó játékkal. És akkor láttam először azt a Honvédot, és nagyon jól játszottak is. A Honvéd most kibabrált gyakorlatilag az ETL-vel, mert az ETL, hogyha ezt a meccset hozza, akkor tulajdonképpen velünk játsz az elődöntőt, kicsit megint előre szaladtam, tehát ez egy előre hipotetikus, de az biztos, hogy mondom, ez az átrendeződés a Pécssel, a Honvéddal, és mondom, átalakultak az erőviszonyok, hogy olyan csapatok játszanak az életükére bemaradásért. Tavaly biztosra vettem, hogy a Körmend, a Kecskemét és a Paks a felsőházi. Egész biztosra vettem. Hát vehettük is nyilván a kosárlabda történelem közelmúltja alapján. Van aztán persze még csapatunk, amely már ott van a bajnoki rájátszásban, sőt már a döntő dönget, ugye ez a Mávelőre röplabdázói tegnap megnyerték az elődöntő első mérkőzését a Debrecen ellen, és hát nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha nem jutnának be a döntőbe, hiszen a Debrecen pedig játszma veszteség nélkül verték már háromszor ebben a szezonban. Nem fogunk sokat röplabdázni, mert bevallom, én is csak kevésbé kísértem ezt figyelemmel. De a kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy mennyi idő kell ahhoz szerintetek, hogy egy ilyen városban, amiről most már sokatszor beszélünk, ilyen múltú csapatok és ilyen elvárások és eredmények között jöjjön egy, amelyik hirtelen közönséget tud toborozni, el tudja magát a város egyik élcsapataként fogadtatni, hiszen ha azt nézzük, azért az előfordulhat még, hogy mondjuk a Debrecen lesz, vagy a Debrecen a Mávelőre lesz az egyetlen a Debrecen után, vagy túljutva rajta, amelyik bajnoki döntőt játszik ebben a szezonban. Az Albának azért ezt még ne előlegezzük meg, bár papírforma szerint nagyon reménykedünk benne. A Hokisoknak ugye nem sikerült, a Vidi is azért most már évek óta más célokért küzd, és akkor jön egy röplabda csapat, 2-3 éve még azt se tudtuk, hogy újra létezik, és hát már tavaly bajnoki döntőt játszott. Hányszor kell ezt mondjuk megismételni, hogy azt mondjuk, hogy na tényleg a röplabda is ott van Fehérváron a köztudatban a legnagyobbak között. Szerintem iskolai szinten is a röplabda azért régóta népszerű Fehérváron, és utánpótlásban igen. Mindenképp ott voltak, és hát személyes barátság köt hozzá, és a jelenlegi például a női röplabda csapatban ugye még a Fésűs Irén tanítványai közül bőven vannak ott, akik egy 10 éves pályafutást körbejárták Magyarországot, és visszatértek Fehérvárra. Tehát azért ez is jó benne, hogy Fehérvári a női esetében ugye Fehérvári gyökereket egyértelműen fel tudom fedezni, illetve az, hogy volt hagyomány, és van is hagyománya Fehérváron, akkor is ugye billeget mindig az, hogy egy szinte fel legmagasabb szint vagy alatta lesznek, és ugye több iskolában a bázisa van, például a Bugát környékén is nagyon erősen ment, azt tudom, hogy évtizedek óta az ottani test egyik testnevelőnek főleg köszönhetően, de valószínűleg több testnevelőnek köszönhetően. Hát Jacó Jenő volt ugye nagyon sokáig, aztán most már a felsővárosi iskolában is rendszeresek, meg ezek az diákolimpiák, tehát valóban az utánpótlás országos akadémiákkal együttműködve évek óta termeli a tehetségeket. Tehát végülis azt sem mondhatjuk, hogy ez egyik pillanatra a másikra jött. Bár például a férfi mezőnyben azért nyilván játékos vásárlásokra is szükség volt, hogy a csapat a Kaposvár mellett egyértelműen a döntő esélyese legyen. Tehát kevesebb játékosra van szükség egyértelműen, különben, mint akár egy jégkorongnál vagy egy focinál, kevesebb költségvetésre. Ennek ellenére mindenképp meglepő, hát lett egy ilyen tulajdonos, vagy tulajdonos szerintem, aki ugye szereti ezt és áldozott rá, vagy tudott hozzáhozni pénzt, hogy ez meddig tart, ez a lendület, ez jó kérdés, mert biztos kellett hozzá ezek a minőségi igazolások, hogy
ezt a szintet lehessen tartani. Most egyre úgy látszik, hogy igen, egy ilyen újkori kis csoda lett belőle. Meglátjuk, az biztos, hogy érdemes kimenni. Egy röplabda meccsei rendkívül látványos és nagyon izgalmasak tudnak lenni. Majd meglátjuk, hogy a Kaposvárt sikerül-e megszorítani. Itt a férfiaknál történt egy edzőváltás ugye szezon közben, ami elég váratlan volt ahhoz képest, hogy tényleg a csapat menetelés most is ott van a döntő küszöbén. És akkor így ilyen háttérbeszélgetéseket folytattunk. Itt Horog Laci, aki nyilván mindenben képben van, mondta, hogy ennek azért az is lehetett az oka, hogy itt nagyon komoly elvárások vannak tulajdonosi részről, ami hát így lépésenként haladva kell nyilván elérni. Az akkori vezetőedző lehet, hogy úgy gondolta, hogy ez még egy kicsit korai, de ez is azt mutatja, hogy az ambíciók azért óriásiak. Érdekes ez visszamenve az időben, hogy talán 89-re emlékszem, amikor a női csapat negyedik lett a bajnokságban, és akik vezették az alapszakaszt, Fésűs Irén, Szacker, Fellegvári, Teodóra, tehát az egy kimondottan jó csapat volt, és aztán nem lettek dobogósok. És most visszatértünk oda a férfiakkal, hogy erődöntés. Érdekes, hogy mekkorát változott a világ. A főszponzor, ez egy tatabánya, egy tatai cég, és a MÁV előrét támogatja, és pont gondolkodtam, hogy a 90-es évek végén a Vértesvolán női csapat a magyar bajnok lett. Nagyon könnyedén, nem is nagy ráfordítása. Egy női röplabda csapathoz különben sok minden nem kell. Az Alba Volánnak a sportcsarnokát szoktam nézni, naponta néha ott sportlogatok, meg ott vannak a barátaim. És azért kell egy sportcsarnok hozzá, egy trikó, nadrág, cipő és egy háló. Tehát a női röplabda nem olyan, mint a jégkorunk, hogy 3 millióból lehet egy kapust felöltöztetni. Tehát azért teljesen mások az anyagi lehetőségek, a női röplabda nem is volt akkor drága. És a Vértesen akkori vezérigazgatójára rászóltak, hogy az állami javakból nem lehet adni, illetőleg a sportot direktben nem lehet támogatni. És a Tóth István, a fehérvári akkori vezérigazgató karakánságán múlott kvázi a jégkorunknak, ha nem is a jövője, de a túlélése és a sikeressége, hogy ő egészen elment minisztériális szintig, és megkérdezte, hogy most akkor mi a helyzet, az öttusa elmegy, de a jégkorong az nem egy olcsó sztori, Bocskai Gáborral összefogva, és minisztériumban azt mondták, hogy támogathat, de gondolja át. És aztán ő azt mondta, hogy amit adott, az fogja adni, és mondom, ahogy Tatabányán egy tolvonással megszüntették a bajnokcsapatot, most egy kvázi Komárom-Esztergom megyei tatabányai illetőségű cég támogatja a fehérvári röplabdát. Őrizzék meg jó szokásukat, csak a kérdés az, hogy a folytatásban is, hogy az anyagi erők ezt megengedik, hogy ilyen szinten menjen egy női és egy férfi röplabda, aminek aztán gyakorlatilag 30 évig nem volt különösebben momentumai Székesfehérváron. Igen, ez egy kétségkívül sporttörténeti kuriózum volt. Egyébként én közvetítettem azt a bajnoki döntőt, amiben a Vértesvolán a BSE-vel szemben megnyerte a bajnokságot. 99-ben egy akkor nem túl hosszú időt megél, de abban rövid időben mindent felülelő sporttelevízióban. És valóban, milyen jól csináltad. Jaj, nagyon igen. Emlékszem, örök emlék, igen. És valóban az történt, hogy megnyerték a bajnokságot, és a következő évben gyakorlatilag megszűnt a csapat. Tehát lehet mondani, hogy a csúcson hagyták abba, csak teljes egészében. Na jó, hát nyilván bízunk benne, hogy a MÁV előre sikersztori azért ennél hosszabb lesz. Érdemes figyelni tehát az eseményeket, ugye a nők a bronzért játszanak, a fiúk pedig ott vannak a döntő küszöbén. És akkor térjünk át a focira, nehogy sokáig úgy érezzétek, hogy elveszem kedvenc kenyereteket, annál is inkább, mert ugye túl vagyunk egy újabb bajnoki fordulón, ami után őrzi harmadik helyét a Fehérvár FC néven szereplő, nálunk Juhász Laci szerelésén olvasható videóton néven emlegetett csapat. Nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy valahogy a Vidi tavaszi szereplése mutatja meg, hogy amiről beszéltünk már, hogy a Ferencváros és a Paks mögött valami egészen homogén, gyakorlatilag csapatok kiemelhetetlenek egymáshoz képest, mert azért legyünk őszintén, ez nem egy parádés tavasz eddig a Viditől, tegyük hozzá sok idegenbeli mérkőzéssel, tehát jóval nehezebb sorsolással, mint ősszel volt. És hogyha mondjuk az elmúlt mérkőzéseken rugott gólok számát nézzük, hát azt mondhatnánk, hogy csoda, hogy még mindig több pont előnnyel a harmadik helyen áll a csapat, úgyhogy persze innen nézve van minek örülni. Igen, hát a két új igazolásunkat, akivel bíztunk, ugye szlovén meg az argentin, mint hogyha egy kicsit ugye hamar felvették volna a magyar tempót, ugye ezt szoktuk mondani, hát legalábbis a gól erősség tekintetében. Elparentáltunk Kodrót, jóval menjen Isten hírivel, hoztunk kettő jót helyette, igen. Jól is kezdtek, de hát most ugyanannyi gólt lőnek, mint Kodró a Fradiban, csak igen, az és csönd van nagyon. Én akkor ugye a hétvégi mércs visszatérve le is egyszerűsíthetnénk, azt mondhatnánk, hogy Puskás Akadémia, Tóth Balázs 0-0, tehát hogy ezzel mindent el is mondtam, szerintem a meccsről, tehát
hogy van egy szenzációs kapusunk, valószínűleg a harmadik helyet torony magasra köszönhetjük Balázsnak, hogy olyan szenzációs egyértelműen válogatott formába véd hónapok óta, sőt a statisztikát is alátámasztják. Hát ami 2-2-vel védi felül az egyébként várható kapott gólok számát, de gyakorlatilag tényleg ő tartja a csapatot. Olyan értelemben, hogy nyilván még egy jó védelem is benyel azért helyzeteket, de ő kifejezetten nagy helyzeteket hárít el akkor, amikor már más nem tudja megtenni. Meg brutálisan együtt él a játékkal, mert volt olyan szitu is, ez a Puskás meccsen emlékszek egy olyan kivetődésére, ami alapvetőleg lehet, hogy nem is vártad volna, hogy jön arra a labda, és ébren volt, és elkapta, különben nem kapja el, akkor baj lehetett volna abból is, ha még nem is rögtön kapura ment a labda, tehát volt egy ilyen érdekes szitu is, amire emlékszem. Hát a meccsről tényleg nagyjából ennyit el is mondhatunk Vidi szempontból. Tehát itt a vége körülbelül. Még egyet azért ott hozzátennék, hogy ez a Risz-Rossz magyar bajnokság, mert mondhatjuk azt, hogy tényleg, hogyha ilyen csapattal úgy tudunk lenni a harmadik helyen, akkor azért az sokat elmond, hogy az érdekességként erre a mérkőzésre, hogy a biztos a nagypéntek is belejátszott, hogy ráérünk, de máskor is azért megszokott elni a vendégszektor, hogy a meccsről pár óra kírták, hogy ugye elfogyott a vendégszektorba a jegyek, és akkor nyitottak hazait, aztán ott, nem tudom, oda is elfogyott. Volt hely a hazaiban az? Ugye ott azt nyilatkozták, hogy a videótonos erekével vagy felsővel levőket ne engedjék be, és próbálkozzanak, de hát aztán akik kimaradtak, én a legjobb tudásom szerint úgy tudom, meg lett oldva mindenkinek a bejutása a vendégszektorba, úgyhogy, de azért ez a foci erejét mutatja, hogy még ez a mérkőzésre is ilyen érdeklődés volt. Hát volt teltház végre a igen. Felcsuti stadionban. Egyébként rangadó volt, hiszen ugye a Puskás az egyik rivális a Vidinek a harmadik helyért zajló küzdelemben, de azzal együtt, hogy az ő edzőjük rendre elégedett a játékkal, meg most is úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen minden oké volt, kivéve, hogy nem lőttek gólt, azért tartósan maga mögött tudja tartani a Fehérvár, ráadásul úgy, hogy ebben a szezonban három meccsen végül is a felcsutiakkal szemben veretlen is maradt a Vidi. Hát egy kicsit visszakanyarodnék oda, amit említettél, hogy mennyire kiegyenlített ugye a mezőny az első és a második helyezett után. Éppen megnéztem a statisztikákat, és azt láttam, hogy az utolsó öt mérkőzésünk alapján ugye három vereségünk van, egy győzelmünk és egy döntetlenünk, mi állunk a harmadik helyen. Ugyanezt megtette a Kecskemét is a 8. helyen, és ugyanezt tette meg a 20. az utolsó helyen lévő Mezőkövesd, akinek ugye a vereségével azt hiszem, hogy biztossá vált, hogy bemarad most már a Vidi. Szóval ennyire kiegyenlített a mezőny, hogy gyakorlatilag az utolsó öt meccs alapján a 3., a 8. és a 20. is ugyanolyan teljesítmény. 20 csapat összesen. Bocsánat, hülyeséget mondok, igen, de ugyanannyit tett le az asztalra, az utolsó helyezett Mezőkövesdre gondoltam természetesen. A három csapatnál rosszabb mérlege csak a Kisvárdának van, ahol 4 vereség mellett egy győzelem fért bele. Hát és hogy nem vagyunk a tabella elején ebből a szempontból. Hát a két kiesőt említetted ugye gyakorlatilag, mert valószínűleg azért az eldőlt, hogy ez a két csapat búcsúzik, a Mezőkövesd és a Kisvárda. Igen, tehát erre szézok, hogy a jó ősz után, ami kétségkívül jó volt, és nem csak az eredmények, hanem olykor már a mutatott játék alapján is. Szerintem sokan bíztak benne, hogy a Vidinek ez a fejlődő íve, ez valamelyest folytatódni fog, azzal együtt, hogy tényleg itt azért történtek személyi változások a keretben. De például Stefanelli azért most már elősen kérdőjeles szerintem, bár nagyon jól kezdett, meg egy pillanatra még tényleg ilyen egészen más színvonalat láthattunk bele. Mindenki mindig felmerül ilyenkor, hogy lehúzza a közeg, vagy nem is volt ez annyira reális kép, és hát ugye a szlovén fiatal csatár is inkább helyzetbe kerülésben jeleskedett eddig, mint annak kihasználásában. Érdekes volt, hogy a Kodró kapcsán kérdeztek a Kosszelverén válogatott meccsen egy fradi érzelmi újságíró, hogy mit gondolok, miért nem játszik Kodró az ülői úton. Azért mondom, hogy ezt neked kéne jobban tudnod, nekem fogalmam nincs. Én meg voltam győződve egyébként, hogy van vevő Varga Barnabásra, és azért viszik olyan hirtelen. Nyilván ő lényegesen jobb anyagi körülmények közé került, külföldiként, gyakorlatilag Bilbaóban volt 6 meccse. Tehát én úgy gondolom, hogy ő azt mondta, hogy előrelépés a Fradi, nagyobb esély, nemzetközi kupa, Varga Barnit nem adták el, lehet, hogy az volt a cél igazából, hogy a válogatott miatt versenyhelyzetet teremtsenek, de nem volt igazán logikus, tehát tulajdonképpen nem tudom, mit élhet meg Kodró, de amikor ő távozott, meg volt győződésem, hogy Szabó Levente lesz itt nálunk a megoldás, és aztán ő meg elkerül Diósgyőrbe, ott jól játszik, gólokat lő, és kicsit, hát Gradisár valóban nem tudja pótolni, vagy nem is, hogy pótolni, ő is nagyon jó kezdett, de valóban, tehát gyorsan sikerült a hozzászűkülés a magyar mezőnyhöz. Ezzel együtt is egyébként én úgy gondolom, hogy a Vidi biztosan dobogós, de a nemzetközi kupára fogadni nem akarok, de úgy gondolom, hogyha most nézem itt a magyar kupa sorsolást,
hogyha a Fradi és a Paks vívja a döntőt, már pedig a Magyar Kupa döntőre nagyon komoly esélyük van, ha az elődöntőbe elkerülik egymást, akkor úgy gondolom, a debreceni ügyvezetővel beszélgetve, hogy akkor a negyedik is kín van a nemzetközi porondon a bajnokságból, és én úgy gondolom, hogy most úgy áll a helyzet, hogy mi leszünk a harmadikak, a Debrecen negyedik. Én az ötödiknél nem látok többet a Puskásban most momentán. Hát az biztos, hogy az eddigi viszonylag nehezebb őszi sorsolás, ami ugye azt jelenti, hogy sok idegenbeli meccs volt, most a hajrára azért kedvezőbb lesz. Egyrészt játszik még a videó olyan csapatokkal, akik gyengébbek nála, másrészt több lesz azért a hazai mérkőzés. Mi lenne az, ami most már nem okozna csalódást, Laci? Mert gondolom, hogy tehát nyilván pont a szurkolókon is, főleg az RBD nem lehet számon kérni semmit, ők a gyengébb periódusban is ott voltak a csapat mellett, de így olvasgatva azért fórumokat, meg kritikákat, ez az evés közben jön meg az étvágy, ez igaz lett a szurkolókra a tekintetben is, hogy most már egy kicsit a jó játékot várják el a csapattól, nem csak azt, hogy őrizze a pozícióját. Igen, én is egyetértek arra, Lacival, hogy azért én is a dobóra várnám a harmadik helyre a csapatot. Garancia persze erre még nincsen, de a nemzetközi kupa az most nagyon jól esne megint, hiszen álmunkba se gondoltuk volna ezt tavaly nyáron, tehát mindenképp fölhívjuk az ember, meg tényleg ilyen, tehát gyarló az ember. Ezért nem kell senkinek szerintem fönnakadni, hogy mindenki most már ezt várja el, és azt mondjuk, hogy most már tartsuk meg, de én azért fölhívom tényleg a figyelmet arra, ha véletlenül nem jönne össze, akkor se dőlt össze a világ, hiszen az most már borítékolta nagyjából, hogy a középmezőnybe simán végez a csapat, és ez tényleg tavaly nyáron még a kiesés eltérüléséről beszélt mindenkit Fehérváron, tehát mindenképp túl teljesítettük, ezt nem szabad elfelejteni. A másik, ami érdekes szerintem, hogy azért az őszbe is visszagondolunk, bár ugye ugyanazok a csapatokkal találkoztunk itt a középső etapba is a három körös lebonyolítás szerint, de azért az ősz időszakban is a második felére billent át a csapatnak a játéka is igazán jól. Hogy ez most miért tűnik megtorpanásnak, mert nekem is annak tűnik, mint a játékban egy kicsit gyengébbek lennék, főleg ebbe a bátor támadó játékban. De hát bízok abban, hogy most is valahogy akár a két csávónak a beépítése is lehet, hogy lassabban megy, és a tavasz második felét úgymond mostantól kezdve behúzzuk, és hát elvileg papírforma szerint szombaton egy nyerhető mérkőzés következik ismételte hazai pályán, és akkor elég szépen közeledünk egy-egy ilyen három pontokkal a bajnokság vége felé a harmadik helyhez. Hát igen, ugye nyilván a praktikum az sok szempontból meghatározza, amikor egy edző például egy adott kerettel gazdálkodva, ami nem a legerősebb a mezőnyben, felküldi a csapatát, és valóban azt lehetett észrevenni, hogy egy Ferencváros, adott esetben még egy Debrecen, egy Puskás ellen nem látjuk a kezdeményező Vidit, inkább tényleg ez a legyen biztos az egy pont, ami a sípszónál még megvan. El lehet futni, be lehet rúgni egy 11-est, vagy megismételt 11-est, bepattanhat egy lövés, mint Krisztenzené ugye Kisvárdán is, hol történt most ez legutóbb, tehát hogy nem azt látta az ember, hogy tényleg a Vidi bátran merne futballozni. Talán most, hogy megvan az a, ugye Zselák által sokat emlegetett 40 pont, meg a biztos bent maradás, most talán majd jön ez is. Más kérdés, hogy most meg már nagyon ott van ez a harmadik hely, ahol adott esetben őrizni kellene. Amit veszteni. Igen, tehát hogy megint van mit veszteni a csapatnak. Ezt most jól mondod, mert az nagyon fontos szerintem, hogy nem elérni kell a harmadik helyet, hiszen már ott vagyunk, hanem megtartani, és ez egy bizonyos szempontból azért nem megnyugvást adhat, de nem futnunk kell az eredmény után, hanem rajtunk múlik az, hogy mi történik. Meglátjuk, az biztos, hogy valóban most jönnek olyan mérkőzések, ahol talán várhatjuk a csapattól, hogy kiszolgálja a közönséget, ne csak az eredménnyel. És hát ez is igaz persze, amit Juhász Laci mondott, hogy tavaly után mindenki a kezét összetette volna, azt mondjuk, hogy itt 7-8 fordulóval vége előtt a biztos bentmaradásról már nem kell beszélni, hiszen ott tényleg adott esetben lehet, hogy egy felcsúton meg nem adott 11-es döntött a Vidi bentmaradásáról, és nem a mi mérkőzésünkön. Azt azért hozzáteszem halkan, hogy még mindig szerintem azért nem olyan körülmények vannak Fehérváron, hogy itt reálisan nekünk attól kelljen félni, hogy kiesik a Vidi, illetve régen rossz, hogyha ettől kell tartani, hogy aztán lesz-e majd megerősödés a háttérben, az pedig kiderül, azért ezzel kapcsolatban legalább olyan izgalmas pletykák vannak, mint amit néha a pályán látunk. És akkor itt az utolsó néhány percben az adásban, ha már Tóth Balázs szóba került, kezdjük azzal a válogatott felé terelni a szót, hogy ő ugye harmadik számú kapusként most ott volt a keretben ezen a két barátságos mérkőzésen. Lehet, hogy elsősorban azért, mert Szappanos Péter ugye sérült volt a Paksban,
és itt hát egy nagy kérdés, hogy az Európa bajnokságra harmadik számú kapusként kit visz majd ki Marco Rossi. Nagyon sokat méltatlankodtak, nagyon komoly válogatottak szövetségi kapitányai amiatt, hogy 23 főre csökkentették ugye az Európa bajnokságra nevezhető keret létszámát, ez most lett visszacsökkentve a korábbi 26-ról, és hát valóban ilyen meccsnaptár, ilyen terhelés mellett minden kapitány boldogabb, hogyha azért annyival bővebb a keret, ott történik valami, akkor nagyobb a merítési lehetőség. Úgyhogy szóval róla, hogy talán visszaemelik 26-ra, de a 23, és ez nagyon szűk keret, és tudjuk, hogy főleg a magyar válogatottban azért nagyon kevés a variációs lehetőség, de speciál pont a harmadik számú kapus, az talán az a pozíció, ahol egyfajta kegyet gyakorolhat a kapitány. Tehát a nagy valószínűséggel semmi nem múlik az, hogy ki a harmadik számú kapus a torna eredményét tekintve, viszont lehet olyan ember, aki végig ott volt, aki ezer éve ott van, megbízható volt, amikor kellett, bevethető volt, vagy egy fiatal, aki pedig most alapozhatja meg esetleg a nemzetközi karrierjét. Nyilván érzéseink vagy érzelmeink alapján arra szavaznánk, hogy Tóth Balázst vigye ki Marco Rossi, de őszintén szólva én azon se lennék meglepve, ha végül is szappanosra esne a választás. A kora miatt egyértelműen Tóth Balázs, a formája miatt is, szaponos a sérülés előtt ő nem nagyon szokott hibázni, de volt az ominus Zalaegerszeg meccs, a bucka után a súlyos hibája, és egy kicsit össze is zavarta, erre jött a sérülése. Valóban a harmadik számú kapus az valóban egy kegyelmi állapot, egy isteni ajándék gyakorlatilag. Tóth Balázs, mondom, a képességei, a karrierje, a karaktere kapcsán ott a helye, és valóban nem valószínű, hogy tehát a kinn is lesz az EB-n, nem fog védeni, mint ahogy annak idején 2016-ban Király Gábor védett végig, 2021-ben Gulácsi védett végig. Én úgy gondolom, ha Dibusz fog meccset kapni valamilyen formában, nem csak az érdemi elismerése mellett, mert valóban nagyon jó kapus, és Tóth Balázst reálisan el kell kezdeni építeni, és erre egy tökéletesen alkalom egy EB szereplés, illetőleg az a lehetőség, hogy ott van már a válogatottban. Én nagyon meglepő lenne számomra, hogyha nem ő lenne a harmadik számú kapusunk. Nem, hogy a harmadik, már ugye adott esetben a második számú kapusnak is általában csak tényleg az edzések, a hangulat, a szakmai felkészítés, az első számú kapus szakmai segítése szokott a feladata lenni egy-egy tornán, kivéve ha adódik egy olyan csoportmeccs, aminek már nincs tétje. Most nagyon hirtelen akartam mondani, és itt természetesen nem jut eszembe, Laci kisegíthetsz, hogy a francia válogatottak a második számú kapusa. Gyakorlatilag ugye egy a világbajnoki döntő hosszabbításában kimaradt 100%-os zicserem múlik, hogy nem úgy kétszeres világbajnok, hogy egyetlen egy percet sem játszott. Tehát gondolod, lehet olyan labdarúgó, aki akár kétszeres világbajnok lehetne úgy, hogy nem kerül be Loris mögött, vagy a rivális mögött a kapuba. Tehát ez tényleg egy nagyon különleges dolog nyilván a kapuson. Steve Mandanda 15 éve ül a kispadon, ő volt 10-valahány évig a Marseille első számú kapusa, most a Rembe véd kiválóan közel a 40-hez, ő gyakorlatilag leélte az életét a kispadon. Hát a válogatottban igen, és nyilván ez is egy. De hát most itt ez különösen kiélezett kérdés, hiszen ugye Dibusz és Gulácsi is külön rajongóbázissal rendelkezik, ezt már a múltkori adásban is kitárgyaltuk. Mindenesetre a válogatott ugye Koszovó ellen is nyert, és ez arra jó volt, hogy megint egy kicsit így a statisztikák szerelmesei, meg akik nagyon szerették a reménykedést ezzel is kifejezni, elkezdjék hangsúlyozni, hogy az aranycsapat óta és a leghosszabb veretlenség és a nem tudom mi. De hát elnézve ezeknek a válogatott hétvégéknek a teljesítményét, akár egy német válogatott részéről, szerintem azért nagyon csínyán kell bánnunk azzal, hogy milyen reményekkel megyünk. Múltkori adásban már esett szó, de itt van most velünk Juhász Laci, aki majd személyesen is ott lesz, gondolom, az Európa-bajnokságon, mint szurkoló. Meg lehet-e fogalmazni bármiféle elvárást a magyar válogatott irányában? Hát csoportból én azt gondolom, hogy tényleg nem lehet azt mondani, hogy nem juthatunk tovább, és még akár utána egy kiki meccsen is tovább léphetsz egyet. És hogyha már mondtad ezt a statisztikát, igen, hát még lesz két felkészülési mérkőzés, de hogyha azt a statisztikát meg akarjuk dönteni, akkor akárhogy számolok, tovább kell szinte mennünk a csoportból, tehát hogyha veretlenek maradunk, és meghozzuk a statisztikába, hogy átvennénk az aranycsapat helyét a mostani válogatott, akkor az jó eséllyel azt mondhatjuk, hogy akkor tovább mentünk a csoportból, és ott pedig egy szerencsés sorsás esetén ez a válogatott, nem is kell szerencsés, tehát ez a válogatott egy szerencsés meccsnapot kifogva szerintem még tovább tudunk
fogunk lépni. Tehát én azért bizakodó vagyok mindenképp ezzel a csapattal, és hát látható az országban is egy felfokozott várakozás van. Még azért a franciaországi EB a szinte ilyen csodaként, hirtelen hát meglepetésként berepült, igen. Így van. A pesti az már egy kicsit a hazai EB is, az egy kicsit mondhatnánk azt, hogy szinte már ilyen elvártnak tekinthető volt, pedig korán sem volt az az sem, ha úgy veszed. Most pedig tényleg az van, hogy azért én azt gondolom, hogy esélyesként is mondhatjuk a csapatot azt, hogy akár egyenesági meccsen is tovább jussunk. Ehhez jön egy nagy pofon az, hogy a csoportban lesz tovább. Ezt most már pofonként érnénk meg szerintem. Eljutottunk idáig. Hát meglátjuk, van még? Annyi csak, hogy akkor fognak szerintem úgy emlékezni ránk esetleg, mint az aranycsapatra, most gyorsan ki lehetne számolni, hogy hány mérkőzés kell ahhoz, hogy döntőt játszunk az Európa-bajnokságon, mert ahhoz egy olyan teljesítményt kéne nyújtani, amilyet az aranycsapat nyújtott, az, hogy ugyan olyan hosszú veretlenségi sorozatunk lesz, az még nem sokat jelent szerintem, azért még sem Magyarországon, sem a világon nem fognak rólunk beszélni. Hát igen, ugye továbbra is kolumbiai a leghosszabb aktuális veretlenségi sorozat. De kikkel játszottak és őket sem úgy emlegetik, mint a következő világbajnok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Aztán reméljük, hogy további fejvári sikerekről tudunk majd a következő hetekben is beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet és viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.